hogy szín ez a tű, úgy telik a vászon, kopik a türelem, hagyom, hogy fájjon. Ez a HCV-ink. Ebben a sorozatban bemutatjuk nektek, hogy birkozóink tetoválásokkal gazdagodnak. Mesztelen testből leszállom a börtön. Hiába szürke a valóság. Blaze Timmer és Otto Bíró együtt voltak varratni, hogy mit azt most elmondják ők. Mi tagjai vagyunk egy világméretű szakállas közösségnek, ami a Birdie Dwellings névre hallgat, és ugye ennek egy ilyen, van egy bizonyos logója, és mi ezt a logót kicsit tovább gondoltuk így közösen. Pucián Ritát is segítségül hívtuk ehhez, hogy ő is picit ugye ötleteljen nekünk bele, és így három összedugtuk a fejünket, és egy picit átmagyarosítva ezt a mintát, varrattuk végül is magunkra. Otto a bal vállamra, ahogy azt láttátok. Pedig a mellkasomra. Ugye tettünk bele ugye egy kis ilyen kis ez a magyar népmesés motívumokat, meg ugye nyilakat, ugye mint az ősi nyilazó magyarokat. Úgyhogy, ja. És hát negatívba kértük a már meglévő logót, hogy nem feketével vitték fel, hanem a környezete fekete. Ami így sokkal durvább lett szerintem, mint egy átlag, úgyhogy örülünk neki, hogy elkészült, és nagy mahaló érte Ritának, hogy ezt megcsinált és bevállaltunk. Meséltek elő az egész társaságról, hogy mi is ez pontosan, honnan is indult így röviden tömören. Hát ez egy fantasztikus amerikai úriembernek a kezdeményezése volt, Von Knox-nak, aki fejébe vette azt, hogy összefogja a szakállas férfiakat világszerte, és egy olyan testvériséget épít belőlük, akik ugyanazon ősi értékeket vallják, és próbálják jobbá tenni a világot a jótékonyság által, és a jó szívű szakállas emberek hírét keltve. Van egy ilyen sztereotípia még a mai világban az emberekben, az ugye szakállas egy nem jó ember. De ugye mi pont ezzel megyünk szembe, és ugye ezt is mutatjuk, és ezt is közvetítjük, hogy mi igenis értékes akár családapák, férfiúk, rendes dolgozó ember, tehát rendes emberek vagyunk, és pont ezért is a név, hogy Birdie Dwellings valószínűleg, ugye, hogy gaz emberek, gaz fickók, de ugye pont ez, hogy mi nem azok vagyunk. Gondolom azért tetszik is nektek a kinézetetek. Szeretjük a szakállunkat nyilván, legalábbis én egyes számban tudok nyilatkozni, én szeretem a saját szakállamat. Én is szeretem a szakállamat, mennyi közös van bennünk. Én szakállat is szeretem. Ó, köszönöm, én is nagyon kedvem a kézet. Na ez jó, hát azt mi a sínyek beszéltük. Magyarországon hogy terjed ez? Nagyon lassan, de nem baj. Egy hát, kis bázisból indulunk ki, és szépen lassan csináljuk. Attól függ ugye, hogy mihez viszonyítunk, mert maga a szakállviselés ugye manapság, valljuk be, egy trend lett azért. Ez már ugye törődést, ápolást igényelt, ami napi szinten fésüljük, balzsamozzuk, szakállolajozzuk, masszírozzuk, becézzük, esti mesét olvasunk neki, és elviszük vacsorázni. Ez ilyen szintű elköteleződés, ha egyszer szakállad van, hogy jól is nézzen ki. És ugye erről azt kell tudni, hogy ennek a szervezetnek minden országban különböző chapterei vannak, hivatalos chapterek. Magyarországon mi vagyunk azok, akik próbálják létrehozni a magyar szárnyát. Mi vagyunk az alapítói. Egyelőre 10-10 tag nagyjából, hogy akiből áll ez, de folyamatosan ugye toborzunk. Ugye, tulajdonképpen ugye ennek az a lényege, hogy egy hírt próbálunk kelteni a jótékonyság és egyéb cselekedeteknek, meg az alapvetően életünknek, amivel próbálunk picit példát mutatni. Próbáljuk a legjobbat kihozni ebből a social media dologból. Keressetek meg minket, akár hogyha esetleg olyan tekintélyes szakállal rendelkeztek, hogy szeretnétek hozzánk csatlakozni. Várunk teket szeretettel, és ami nagyon fontos, a műsornak is a lényege, menjetek minél több tetoválást csináltatni. Én hát ott már voltam a hátamra is, úgyhogy szóval olyat adán csináltassatok. Külön köszönök Pucián Ritának. Igen, szia Ritot. És hol volt ez? A Corningben. Így van. És Pucián Rita, hogy még egyszer megemlítsük a nevét, kiváló művész, menjetek hozzá, és varjon rátok sok szépet.